Az országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. A békeszerződés aláírására 1920. június 4-én a Versailles-i kastélyrendszerhez tartozó Nagy Trianon palotában került sor. Kiskunhalason a halasi lovasbandérium huszárai és a dékáni technikum kadétjai álltak díszőrséget az ünnepi pillanatokban. Verssel, énekkel idézték fel a trianoni békediktátum korszakát a dékáni technikum diákjai. Csend, a kérem én, ha bántó már az aj, és túl sötét az én. Megemlékező beszédet Stirné Prikidanovic Tímea önkormányzati képviselő mondott. Beszédében kitért a területi és gazdasági veszteségekre is. Magyarország feketébe öltözött. A zászlókat félárbocra eresztették. Az újságok gyászkeretben jelentek meg. Az üzletek zöme, az iskolák és a hivatalok zárva voltak. A buszok és a villamosok megálltak. A fővárosban és mindenütt Magyarországon zúgtak a harangok. A képviselő szólt a lelki sebekről is, hiszen a trianoni békediktátum szétszakította a magyarságot. Életem története úgy alakult, hogy Magyarország északi és déli határvidékén élő szeretteim, felmenőim is megszenvedték a trianoni döntés hatását. Anyai nagyapám Garamszentgyörgyön, apai dédszüleim pedig a Bácskában. Én még ahhoz, a talán utolsó generációhoz tartozom, akiknek az általános iskolában nem igazán mertek Trianonról tanítani. Otthon viszont esett szó például a határvonal meghúzásában segítkező francia beszédű földmérőmérnökökről, akik egy kis jóltartásért cserébe a gazdakedvéért egy-egy madarasi, bajmoki tanya esetén újra gondolták kicsit a meghúzandó határvonalat. Domonkos László író, újságíró, televíziós szerkesztő is megosztotta gondolatait a megemlékezőkkel. Az író szerint minden korosztály számára üzenetértékű, ami a magyarsággal történt, nem szabad feledni ezt. Engem időnként a mai napig bántanak, hogy időnként rettenetesen hiányos, felületes, felszínes a tudásunk, de hogyha ez legalább valamennyire meg van alapozva, akkor már a legfontosabb az a tény, hogy amit többen is megírtak, tehát az a nem belenyugvást, az a fajta nem legyintő alapállás, amit egyébként főleg a mi időnkben még azért, ha hallottunk is ezt, azt otthon lehetett hallani, hogy jó, hát már úgyis mindegy, hát már mit akarsz, hát már úgyis vége van, szóval hogy ez ne legyen, és én úgy látom, hogy a mai fiatalok körében azok a részint kormányzati intézkedések, részint az az általános köztudat hangulat változás, ami megváltozott, nem beszélve az elérhető irodalomról, tehát az ismeretek rendelkezésre álló bőségéről, ami hál' Istennek egyre nő. Ott már fel lehet azt tételezni, és el lehet várni, és talán jelei is vannak, hogy a fiatalság részéről részint egy mélyebb tudás, részint egy másfajta, egy megalapozottabb, őszintébb, átéltebb érzelmi tudás van, mert azért korábbi példák is bizonyították, hogy a lelkünk legmélyén, lefolytva, ez a seb tényleg annyira mélyen megvan, hogy szinte csak, és erre most jó alapok vannak, csak föl kell piszkálni. A megemlékezők ezt követően virágokat, koszorúkat, mécseseket helyeztek el az országzászló emlékműnél. Kiskunhalas képviseletében Fülöp Róbert polgármester, valamint Kuris István László alpolgármester rótta le tiszteletét. Kiskunhalas központjában a napokban egy kettős keresztet állítottak, a megemlékezők ide sétáltak át a koszorúzást követően. A keresztnél Seffer Attila plébános mondott imát, az egyházi vezető felszentelte a jelképet. A református gyülekezet képviseletében Bocskorás Bertalan elnök lelkész kért áldást a kettős keresztre. Áldja meg azokat, akik elmenve a kettős kereszt előtt, vagy megállva előtte, eszükbe jut, hogy a Kárpát haza ölelésében élve, vagy a szétszóratásban, de egy nemzet tagjai vagyunk, összetartozunk.